Sziasztok, Diák Szabolcs vagyok, a Masterclass műszaki szaktanácsadója. Erre a tetőre a teljesen új szériás Masterclass Linopor RX tetőfólia család egyik terméke, az RX 6000-es típus került fel. A termékcsaládról szeretnék pár szót mondani. Ez egy teljesen új fólia technológia, fóliagyártás technológiát jelent a számunkra is, illetve a piacon. Német gyártás technológiáról beszélünk. Az alapanyag hasonló, mint a korábbiak, polipropilén, két réteg polipropilén fríz között helyezkedik el a vízzáró, de párára teresztő membrán. Viszont ami lényeges különbség, hogy a frízek összeépítése egy folyékony membránnal fog történni, tehát nem külön-külön készültek el a rétegek, hanem a gyártás technológia adta lehetőségeket kihasználva a vízzáró párára teresztő membrán folyékony állapotába kerül rá a frízekre. Ezáltal gyakorlatilag összeragasztja a frízeket. Az összeépítést kalanderezés követően pedig egy nyújtási folyamat fog történni. Gyakorlatilag ez a nyújtás magas hőfokon következik be, és ezáltal a terméknek sokkal jobb tulajdonságai vannak, sokkal jobb tulajdonságok érhetőek el, mint a hagyományos gyártás technológiával rendelkező polipropilén flíz alapú tetőfólia család. A tetőfólia szokásos, tőlünk megszokott módon, nagyon esztétikus módon van kiszerelve. Egyből látható benne egy termékadatlap, az adott típus jelzéssel számos nyelven feliratozva, különböző, tehát QR kóddal van ellátva a termék, olyan tárolással, alapvető műszaki információkkal rendelkező kis piktogramokat helyeztünk el rajta, ami a vevő, vásárló, kivitelező feladatát könnyíti meg. A terméknek a hátoldalán pedig számos műszaki információ található, kiegészítve a beépítés legfontosabb mozzanataival. A tetőfólia, ahogy említettem, a gyártás technológiája egyedi, ezáltal magasabb műszaki színvonalat képvisel. Ilyen jellegű tulajdonságok például a 100 Celsius fokos plusz 100 Celsius fokos hőállóság, ami akár cserepes lemez, tehát fémlemezfedésű tetéknél is alkalmazni lehetséges emiatt. Ezen kívül a szakítószilárdsági tulajdonságai, szegszakítószilárdságai is jóval magasabbak, mint a hasonló, de hagyományos gyártás technológiája termékeknek. UV állóságot is kiemelném, ami ennél a terméknél 3 hónap, ez gyakorlatilag 2 hónap lefedési időt jelent, és a különböző adalékoknak köszönhetően, mind a mellett, amit már említettem, volt magas hőállósággal rendelkezik, természetesen eltűzvédelmi osztályba tartozik, tehát családi házak, illetve ilyen jellegű épületek esetén is nyugodtan alkalmazni lehet. Tetőfóliának ilyen tükörképes feliratot biztosítottunk, tehát ezzel látjuk el, ami megjelenésében is úgy gondolom, hogy egészen eléggé gusztusos lett. A korábbi részekben már említettem, hogy a tetőfóliának az elhelyezését, a kivitelező dolgát könnyíti meg a tetőfóliának a vonalazása. Ragasztósávok is láthatók, ugye ez a termék ragasztósával ellátott, a szilikon fóliával van védve, egyik oldalán, ami a tetőfólián lefele fog nézni, ez egy keskenyebb ragasztósáv, ezt akár a cseppentőlemezre is rá lehet ragasztani, a tetőfóliának a most jelen esetben lent, de egyébként pedig a gerinchez közelebb részén a széles ragasztósáv helyezkedik el. Itt kell a két ragasztósávot ugye egymásra helyezni. A tetőfóliának nagyon robosztus a megjelenése, ez egy 150 g-os tetőfólia, de én úgy gondolom, hogy nem a gramma lényeg, hanem a termékeknek a szakítószilárdsági tulajdonságai, és nagyon fontos, hogy itt az új gyártás technológiának köszönhetően kisebb súlyból jóval nagyobb szakítószilárdságú termékeket tudunk gyártani. Ez, én úgy gondolom, hogy a mai világban elengedhetetlen és előremutató.